Srácok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Castlevania végigjátszását. Elérkeztünk a második fejezetnek a legelejére, és meg fogjuk nézni, hogy milyen az elbájolt erdő. Megtudtuk az előző részben a küldetésünket, illetve az úti célunkat, úgyhogy megyünk a likánok földjére, úgyhogy vérfarkasokat fogunk gyilkolni. Na nézzük! A hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Szóval, karakterbejegyzés. Zobek. Ha lehet hinni a testvériség krónikájának, Zobek az egyik legrégebb óta szolgáló katonájuk. A neki tulajdonított hős és tettek sora épp oly lenyűgöző, mint a háború művészetének tudása, kora ellenére hatalmas harci erővel rendelkezik, fegyvere egy egyszerű hosszú kard, melyet nagy ügyességgel forgat, szokatlan módon a fény testvériségének régi módi öltözékét szereti hordani, melyet állítása szerint egyik ősétől örökölt, aki a rend egyik alapítója volt. Igen, mert neki egy picit más volt a ruhája, mint a miénk. Most már akkor azt is tudjuk, hogy miért. Na, jól van. Esél. Oké, és... Így. Le a vízes, és... Ó, itt is van egy test. Zöldet adja? Áj, tekercset ad. Mit ír a tekercs? Azt mondja, a bajtársam tovább merészkedett, míg én megpihenek kicsit. Ja, meg is lett az eredmény, mámadban öltek meg, úgy néz ki. A napsugarai azt mondja, a könyörtelek, és a sembelem rettentően gyötör, nekiadtam az életkövem. Abban reménykedem, hogy talál élelmet. Aha. Jó fiú, erős lelkesen. Hát a tippen nem kéne, már pedig a tippem az jó lesz. Odaadta neki az életkövet. Kösz. És a társa meghalt. Tehát, hogyha találunk valahol még egy ilyen testvériség katonát, akkor nála életkő lesz. Kérdés, hogy merre találom. Meg, hogy meddig jutott el. Meg, hogy innen merre kell mennem. Tök jó, mert jöhetek erre is, meg mehetek be a vízesés alá is. Jó, benézzünk a vízesés mögé, mert ez elég ilyen eldugottabb, úgyhogy lehet, hogy... aha. Ánymágiára szükség, gyere vissza, amikor fejlődtek képességeid. Tehát akkor ide még nem tudok bemenni. Kösz játék. Az ánymágiát meg nem tudom, hogy mikor fogjuk felfedezni. Tehát látjátok, a játék belekényszerít abban, hogy egy pályát többször is megcsinálj. Jó, oda a vízben nem tudunk lemenni. Oh, hello! Semleges elemi, aha, jó. Jó, el tudjuk nyelni őket. Így. Tudjuk. Ez fénymágia. Nekem meg az ánymágia kell amoda. Hurrá, akkor erre nem megyünk el. Ide se. Bölcsen használ, tudom. Aha, jó. Ezt eddig is tudtam. Na nézzük, azt mondja, míg fénymágia aktív, a támadások feltöltik életet fénymágia kárára, igen.
LB-vel tudom használni a kikapcsolásához is, és jó, hát ezeket leírtam a játék nekem. De szeretném kikapcsolni amúgy. Tehát oké, ezzel meg fel tudom tölteni. Ennek is örülök. De kikapcsolnám, kösz. Így. Nem tudom, hogy ott fent lette volna valami. Na mindegy, megyünk tovább. Jó. És várjál, erre itt jobbra. Nem, semmi. Akkor nincs más, csak előre. Hé, de ennél gyorsabban nem tudunk haladni. Ú, jó hosszú lépcső. Ó, de jó. Jön a helyi fogadóbizottság. Na, gyertek. Oké, mindjárt jobban érzem magam. Ezeket ad ide. Oké. Azt mondja, megint el tudok menni több felé, mert mind a két irányból jöttek ezek a jelikánok, a rohadt anyjukat. Ha eljövök jobbra, jobbra mit találok? Na, várjál. Ja, értem. Tehát el lehet vakítani az ellenfeleket egy időzített védéssel, hogyha aktív a fénymágiánk. Jó. Én pusztán kíváncsiságból elnéznék erre is. Lehet, hogy nem kellett volna még leugranom. A rohadt életbe lehet, hogy erre kell pont jönni. Ezt ad ide. Itt van egy ilyen batyú. Ja, hogy abban tőrök vannak. Rozgombat nyomtam. Áú, ez lehet, hogy fáj. És ez mennyit ad? 10-et. Nagyon jó. Ezeket ad ide a gömböcöket? Nem vihetsz magaddal több tört, nem is akartam. Oda. Úgy. Jó, szóval akkor itt felmászunk, meg itt erre is, onnan felmászunk. Kérdés, hogy erre kell-e jönni, vagy ez egy mellékút? Az ott le fog szakadni, miben? Nagyon porzott. Mász már fel. Jó. Nem. Itt van egy testvérünk. És van nála, mi van nála? Egy tekercs, de jó. Jó van. Nekem a izék kellene, a másik útvonal. Ott, oké, ott be tudok majd menni. Erre nem tudok le, nem. Basszus, tök véletlenül a jó felé jöttem. A másik irányba kellett volna menni, ha csak nem, mind a két útvonal ugyanoda hoz vissza. Mindjárt kiderítjük ezt. Mert lehet, hogy... hello, mi? De jó, hogy eljöttem ide. Oké,
Fénykristály. Oh, hello. Na, menjetek innen. Mint mondottam az első részben, családbarát. Na. Most, hogy ezt megbeszéltük a helyiekkel, fedezzünk még fel egy picikét. Jó, szerintem fentről ide estünk volna le. Igen. Tehát kerültünk egyet. Jó, visszajöttünk a terület elejére. És itt fent mit találok? X-el le tudjuk dönteni a fát, és át tudunk menni oda fel. Én nyomogatom az X-et, mint a őrült, Isten fene. Tarzanozunk! Jó, menjél fel, Gabriel, nézzük meg, hogy mit találunk itt. Igen. Innen jöttünk. Aha. Tehát akkor ezt a lenti részét bejártuk. Jó. És erre jobbra nincsen semmi. Itt át a hídon. Itt balra, meg már nem tudok oda elmenni, pedig annyira szeretnék. Jó. Akkor nincs más dolgunk, mint itt felmászni, és itt berúgni ezt az ablakkeretet. Hopp! IMM megérkeztem. Ó. Hát te. Nálad van a zöld? Fókusz tekercs. Harci fókusz, azt mondja, a harci fókusz a fénytelső egy ősi technikája, amikor fel van töltve, egy jó harcos képes semleges elemi gömböt kivonni az ellenségéből, minden sikeres ütés után használat, azt mondja, feltöltödik, ha jól harcolsz, variált támadásokat és ne sérülj meg, azt mondja, a harc hiánya lassan lemeríti a mérőt, mágia használata megállítja. Na, oké, ez tiszta sor. Oh, hello, mi? Jó. És direkt nem támad addig? Ez az most, tarts fenn a fókuszt, az ellenség semleges elemi gömböket fog szórni. Minden sikeres támadás után fenntartva a mágus ellenes, blablabla, jó. Aha, eddig. Eddig tartott. De ezt írta is a játék. Ezt szeretném begyűjteni. Kösz. Na, ehhez mit szólsz? Akadj le rólam. Megfeküdt. Jó. Valahogy át kell robbantanom azt az akadályt. Hát... miben, hogy jönnek ezek a kis dögök, és bombákat dobálnak. Aha. Egy nem elég. Anyám borogos. Anyám! Adjál bombát te is! Itt van alattam a bomba, rám fog robbanni. Na, itt a bomba. Dobd oda! Be van robbantva, köszi! Ez az. Szétnézünk azért, hogy találunk-e itt valamit. Bár mondjuk nem hiszem. Azt is gyűjts be. Jó. Jó, szerintem ilyen közel egymáshoz kettő halottat nem fognak lerakni, úgyhogy megyünk tovább. Ellenőrző pontunk is volt szerencsére. Oh, hello. Így, ez lehet, hogy fájt. Nekem nem. Jó, ezt ad ide. Életet kellene töltenem.
Na mi van mi? Na gyertek. Megint tudok menni két felé. Ó. Oh. Zöldet, man. Tekercs. Aha. Jó, tehát itt egy nagy fáról beszél. Valószínűleg erről, ami itt van. Aha. Jó, ki lett vágva. Vagy én nem tudom, hogy mi lett vele. Jó, akkor ide szépen felmegyünk. Egy fáról meséltek, ami a legenda szerint annyira magas volt, hogy kilométerekre el lehetett látni, és még védőszentként is szolgált elvileg. Vagy hogy védelmezte az erdőt, vagy az erdő védelmezte, mindegy. Hopp! Ja, át kellett volna, hogy ugorjak. Mibe, hogy bele kell ugrani a fába? Bele kellett ugrani a fába. Jó. Nem megyünk a képesség oldalra. Föld alatti barlangok. Más lények is rejtőznek, világ sötét, mélyen lények, melyek semmi is. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their... Új ellenfelek lesznek majd itt a barlangban. Save your love. Save your love. Oh. Beugrottunk ide a fába. Pók! Pók! Ennyi pókháló után nekem nem mondasz, hogy nem pókok lesznek. Mert biztos, hogy pókok. Ugorjál már át. Kérdés, hogy mekkorák? Nagyok! Nagyon nagyok! Hello! Gabriel mögötted, nem hallod? A térlátás az nálad nem jelent semmit, tehát az emberi szem, tehát 180 fokban még látsz, hogy mi van körülötte. Neked látnod kellett volna a pókot, hogy ott mozog melletted. Au! Ó, te jó! Jó, a méreg hatását fénymágiával el lehet tüntetni magunkról. Au. Anyádat. Meghalt. Na nézzük ezt a pókot, hogy mit ír róla. Egy tör. Aha, hogyne. Azt mondja, ezek a szörnyek, azt mondja, a legnagyobb ismert pókfélék és agresszívebbek, mint bármelyik normál méretű pókfaj. Az óriási pókok szinte minden környezetben megtalálhatók, de általában sötét nyírkos helyeket kedvelik, mint a régi erdők vagy barlangokat. Ahogy kisebb társaik, az óriási pókok képesek ragadós helyenből hálót lőni, igen, szőni, hogy csapdába ejtsék prédájukat, mielőtt megennék, sőt az óriás pókok sejme rendkívül erős és hihetetlen tartós kötelet lehet belőle készíteni. Az óriás pók száma csökkent az utóbbi években, ahogy emberiség természetes élőhelyeket megsértette. Hála az égnek, de még így is a keleténél több van belőlük. Na. Oké. Okay. Arra áttarzanozunk, meg felmászunk. Fel kéne tölteni egyébként a fénymágiát. Sose lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükségem. Jó, essél le. Ó, itt is tudja, hogy pók van. Nem. Hát ti mit kerestek itt?
anyád, pók! Anyádat? Hajj már meg! Engedjék ki a sarokból, köszi! Annyira tudtam, hogy el fog ugrani. Na gyere! Buzi Rudi! Ne védekezzél! Ugrik! Áú! Azt! Ha! De jó nagy szerencsém volt, hogy az pont adott ilyen gömböt is. Tudtam hatástalanítani a mérget. Ja, végére pont meg kellett, hogy mérgezzen. A mocsok lárdapók. Fúj, de gyűlölöm őket. Életet kellene töltenem, és tudok menni két irányba is már megint. Hát most vagy eljövök erre, vagy eljövök erre. Gőzöm sincs, hogy merre menjek. Nézzük meg, ami van itt. Erre mit találok vajon? Hát most már nincs visszaút. Aha. Jó. Te mit adsz? Tekercset fogadjunk. Azt hát. Azt mondja, bár nagyok a... Azt mondja, a pókok meglepő gyorsak és fürgék, hallottam, hogy képzett harcos, hogy bizonyos fokig képes megszeledíteni, ha eléggé kifárad, és lovagolható, mint egy vaddisznó. Azt is hallottam, hogy hálójuk erős hidat ki... Ó! Kösz! Ez hasznos info. A híd a Steam? Csak engem érdekelne, hogy... Oké. Okay. Hogy balra mi volt? Mert ott biztos, hogy valamit elhagytam. Most több mint valószínű, hogy visszafelé jövök. Mi van erre? Kíváncsiságból jövök erre csak. Oké. Okay. Hogyha... Jól gondolom, eldobtam egy kést. Itt harcoltunk velük, jó! Akkor tettünk egy kerülőt, akkor mehetünk vissza. Erre. Tehát akkor... Mind a két ösvény egy irányba visz minket, csak az a különbséggel, hogy így találtunk egy testvériségi halottat. Hát hurrá. Jó, essél le, kösz. Jó, ehhez fejlesztenem kell a harci keresztet. Jó, akkor egyelőre még ezzel nem tudunk mit csinálni. De megyünk tovább erre. Egyébként ez a rész is elég jól néz ki. Ó, megint nagy a plac. Ó, be kell robbantani, itt jönnek majd mindjárt a kis goblinok, dobálják a bombát. Tudom, hogy valahogy fel kell robbantanom. Egyszer. Kétszer, jó, meg is vagyunk. Na! Most, hogy megbeszéltem mindenkivel mindent, ezeket töltsük fel. Haladjunk tovább. Ó, itt is van egy testvér. Találtál kulcsot találtunk. Jó, ebből a kulcsból akkor kettő van. Okés, hol lehet a másik?
Pók! Áú! Bárhol is van, a pókot le kell, hogy győzzem. Fel kellene töltenem a életemet. Csak az elég jó kéne harcolnom vele, hogy a csík végig felmenjen. Tehát nem kéne, hogy hozzám érjem. Erről beszéltem! Erre? Erre semmi. Hogy? Jobbnál nem, jobbkor nem is jöhetett volna ez a kút. Oké. Óvatosan nem kéne leesni. Tényleg mi van, hogyha leesek? Mi van nálad? Tekercs. Bármerre fordulok, halál és pusztulás. Isten elhagyott minket, ahogy én a küldetésem. Azt mondja, reménytelen. Aha, nem akarok meghalni, hogy úgy végezzem, mint testvéreim. Az út mentén, hogy valami másik kalandor fel legyen. Azt mondja, nem akarom, hogy ez legyen a sorsom. Jó van. Tehát azért ez a testvériség a félelmet ismeri ám. Tehát nem olyan, mint mondjuk a trónok harcába, ugye a Daenerysnek a serege. Mert azok elvileg nem ismernek félelmet. Jó. Jó, hát szerezzük meg előbb mind a két kulcsot. Ott fönt van. Erre nem megyünk. Ott fent van egy test. Oda szeretnék feljutni. Játék. Hogy megyek el oda? Itt nem tudok felugrani, ugye? Tök jó. Akkor lehet, hogy fölöslegesen jöttem még el ide. Vagy ha nem is ide, de erre kell jönnöm. Hű! Pedig nyomtam az RT-t. Jó, most már tudom, hogy mi történik, hogyha leesünk. Ki kellett próbálni. Direkt volt. Messzel fel? Ó, itt is van egy tesó. Mi van nálad? Tekercs, tuti. Azt hát. Ő van benne, azt mondja, híres alkoholista a fénytelenségben. Igen. Nyomát követted. Aha. Nem tudom, hogy mi késztette, hogy elhagyja a testvériségét, miért tűnt el a vadonban, de biztos hasznunkra lennének a képesség élmény sötét időkben, az biztos. Aha. Az beszélik, számos mágikus fegyvert készített, és egy nehezebb megtalálható helyekre rejtette el őket. Ahol csak a legérdemesebb és a legelkötelezettebb botlik bele. Jó. Én megtalálom őket. Erre. Aha, erre jövök majd vissza, hogyha fejlesztettük a keresztet. Jó. Erre viszont... Már megint pókok. Le ne es, nem szeretnék meghalni. Jó, hát arra föl nem. Viszont ezen a pókhálón, igen, át tudunk szökkenni. Nyomom! Hajj már meg! Let's go.
Anyára! Na. Legalább visszakaptam a késeket, amiket beléd dobáltam. Most csak. Arra nem tudok felmenni. De viszont erre igen. Igen. Szerintem kerülővel fogunk oda felugrani. Megyünk a hosszabb úton. Gyerünk, Gabriel. Vagy ott mász fel, köszi. Mondom én. Hát fel tudtunk ugrani ide. Csak kerülni kellett egyet. Igen. Hoppáré, és itt vagyunk. Megtaláltuk a másik kulcsot. Jó, na nézzük. Azt mondja, egy kulcsot behelyezünk. Ilyen Jedi trükkel. Meg ezt is. És itt lesz a keresztnek a fejlesztés, és akkor erről öregélte nekünk az írás, hogy el vannak rejtve, és csak a, tényleg a, akik kiérdemlik, és tényleg megtalálnak, mert annyira kitartóak, hogy azok találják meg ezeket a fegyvereket csak. Aha. Jó, összeáll a kép amúgy. Nézzük, hogy ezzel mit kapunk. Mert ugyebár az sem mindegy. Aha! Megváltozott a lánc. Na nézzük. Azt mondja, tüskés lánc. Azt mondja, kétféle láncot készített a harci kereszthez, de sosem hagyta jóvá a testvériség nyilvánvaló okokból. Az idősek túl kegyetlennek vélték a tüskéket egy szent eredetű fegyverhez. Basz meg. Egy rohadt nagy lánccal csapdostok, ami kijön egy keresztből, attól még nem szent, attól még ugyanolyan brutális dolgokat lehet vele csinálni. Tüske ide vagy tüske oda, gondolkozzatok már, milyen testvériség vagy tokti. Azt mondja, hogy igen, azonban a elpusztítása helyett az alkotórend egyik mauzóleumban rejtette, hát ha egy nap szükség lesz rá. A tüskés lánccal a harci kereszttel átvághatók akadályok, igen, és a nyakuk köré tekerve megszelíthetők a veszélyes szörnyek. Aha! Tehát akkor a pókot is most fogom tudni megszelídíteni, hogy nálunk van ez a láncos téma. Aha, jó. Jó, szétnézünk, mert itt én erre tovább tudok jönni. Mi van itt bent? Ja, értem. Tehát... így működik. Jó, ez hová visz minket? Kíváncsi vagyok. A pálya végére. De volt még egy... nem. Ezt a pályát újra. Tehát ott még volt egy másik. Tehát ott még korábban volt egy másik dolog. Mi ez? Ölj meg legalább 10 ellenség hatása alatt. Hát te hülye vagy. Miért mérgezném meg magam? Azért, hogy... jó, ezeket már láttuk. Nem érdekel. Itt a pók. Akkor elvileg, hogyha most már tüskés a láncunk, akkor nagyobbat kéne, hogy sebezzünk is rá. Mérgezze meg a franc. Szálljam el róla! Menj már innen! Ha,
Jó, ezeket kérem. Mindent beszippantottuk be. Jó, megyünk tovább. Kíváncsi vagyok egyébként. De nem látszik tüskésnek a lánc. Akkor lehet, hogy újra meg kell csinálni a... Na mindegy. Jó, de most legalább tudjuk, hogy mit kell csinálni. Opa. Majdnem leugrottam és megkartam. Áú! Áú! Kösz, hogy megmérgeztél, pont kérni akartam. Jó. Add ide, és a mérget meg szeretném szüntetni, kösz. Na, kíváncsiságból eljövünk erre. Tudom, hogy ez a hosszabb út, de kíváncsi vagyok valamire. Hogy attól, hogy én újra kezdtem a pályát, hogy a tárgyakat újra fel kell szednem. Jó, azt mondja, hogy maradjál rajta, nem kéne, hogy leessi. Nem, a tekercsek meg ilyenek azok megvannak. Jó. Easy. Megint a pók, nem hiszem el. Anyádat. Kösz. Na. Szóval, igen, itt volt az, hogy átugrunk oda. Ja, csak nem így, hanem így. Meg kell nézni. Na, mász már fel. Igen. Igen. Oké, ezt mindenféleképpen meg kell. Jó. Most előbb találtuk meg ezt. Jó, most meg kell keresnünk a másikat. Ami erre volt. Nyomom a gombot, ne essél le, jó? Nyomom a gombot, ne essél le. Igen. Az utolsó centin akarsz leesni, normális vagy? Ezt add ide. Jó, be kéne robbantanunk az ajtót. Ismételten. Na mi van? Gyertek már, hello! Nem akarnak jönni? Nem igaz, de.
mellettem van bomba. Egyszer. Itt is van bomba. Itt is van bomba. De ne őt! Nehezedre esett volna bombát felvenni? Kösz. Jó, ezzel meg vagyunk. És akkor most fogunk visszamenni. Anyádat. Anyádat. Kérem. Ezt is. Jó. Mert akkor most eljövünk ide-vissza. Kinyitjuk az ajtót, és megkeressük azt a másik törhetős témát, amit a lánccal lehet kinyitni. Hoppá. Óvatosan. Ja, mehetek. Oké. Azt hittem, hogy leesek. Nem tudok ugrani róla. Jó. Szóval. Ja, hogy ez nem olyan, hogy el lehet lépni, oké. Okay. Akkor ezt is. Kinyílik az ajtó. Megerősödik a lánc. Tudom. És akkor arra van a pálya vége. Viszont. A hangja is más lett. Csak úgy mondom. Szóval, itt átlengünk. És kellene nekem ez. Hogy ez ugyan hova visz minket. Ide. Hát ezt majdnem itt hagytuk. Meg lett az a lényeg, jó. Kapaszkodj már fel, köszi. És akkor most mehetünk vissza a pálya végére. Én azt hittem, hogy itt lesz a pálya vége, azért ismertem odáig elmenni. Mondom, hát ha valami szikret van a szikret mögött, de nem. Az ilyen játékokból bármi kitelik. Persze, mesél le. Jó, hogy már nem leesett tényleg. Ó, megint a hosszabb úton jöttünk a rohadt életbe. Nem baj, megoldjuk. Felmászhatnál, kösz. Nya. És akkor most van vége a pályának hivatalosan. Tehát azért, amit lehet, azt szedjünk már fel. Főleg, hogyha látjuk is, hogy hol van és módunk van rá. Nagyon jó. Na most van vége a pályának. Jó, a bónusz nem. Föld alatti barlangok megvan. A labirintus bejárata. Jó hangzik. This was unforeseen, though it should prove useful in the challenges to come. The lost city of Aghata looms before him. I wonder if you know what truly lies ahead for you, Gabriel. What God has in store for you.
a Likánok földjét. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. Oh. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. Kösz a szép szavakat, meg a biztató szavakat. Jó, akkor nincs olyan, csak előre. Ó. Oh. Szétnézzünk, sehol semmi. Jó, ez egy picit hosszabb rész lesz, mert még ez a pálya bele kell, hogy férjen. Még a goblin gránátok is hatássalanok, azt mondja, hogy megerősített ajtó. Aha. Most fog képbe jönni a dolog, hogy vadállatokat fogunk szelidíteni. Áú. Szelidítsd meg! Meg van szelidítve a vaddisznó. Jó. Na mi van mi? Törd át! Bam! Erre már nincs szükségem. Mondtam, hogy lesznek benne látványos harcok. Eléggé látványos volt, nem? De. Na nézzük. Azt mondja, itt egy testik van. Jó el van dugva egyébként, genyó volt. Tekercset találtunk. Azt mondja, Likának vannak előttünk és vaddisznók mögöttünk, akkor sosem alszik. Nem. Úgy döntöttem, ide elbújok, még elmúlik a veszély. Jó, elbújtál, ott is meghaltál. Jó. Jó, olyan tüskés növényzet. Jó, erre semmi, akkor mehetünk fel. Szóval a Likánoknak a góréja nem fogja hagyni, hogy mi itt átkeljünk élve. Tehát az életünkre fog törni valami nagy farkasszerű dög. Kösz. Pont az hiányzik az életemből amúgy. Ja, hogy itt is egyensúlyozni kell, mint a pókhálón. Aha, jó. És ott szemben már van egy testvériségi tag. Kapaszkodj meg, jó. Remélem, hogy nála zöld kavics lesz. Gyerünk, oké. Zöldet nem üzékel nekem jegyzet. És azt ad, hát ilyen nincsen. Kösz! Miért nem fogtad meg? Az előbb ugyanezt csináltam. Én szerintem... Hát én nem akarok egyensúlyozgatni, inkább itt. Na várjál. Fel tudsz mászni? Nem. Nem is tudnék felmászni, de... Jó, ez? Csinál valamit? Nem. Itt viszont le tudunk. Aha. Hogy mi? Ezt lehet, hogy nem így kellett volna, de megoldottuk. Erre semmi, jó. Ezt szét lehet törni. Szét és volt benne kés. Ó. Húzni kell. Akartok fogadni, hogy még tekerem jönnek a Likánok?
Ne! Hol jár ott Zsoltad? Ez Dodd Jordel. Na, elfogytatok? Áh, jó van. Tudom, hogy mivel kell tekerni, nem kell itt nekem írogatni. Na már megint hallottam egyébként valamit. Jó, engedd el, aztán spuri van kifelé. Aha, jött az erősítés. De viszél... Aha, lehet, hogy ő nagyobb lesz, mint a többiek. Szétnézzük, hogy találunk-e ilyet például. Mondjuk nem ilyet kerestem, de ez sem rossz. Nem, ott semmi. Ilyet kerestem. Zöldet adj el, légy szíves. Nem, tekercs lesz, ezt mondja, hogy itt a helyi vasszájba. Azt mondja, minden teremmény védtelenebb valamelyik fegyverrel szemben. Ha valaki okos, kikövetkeztetheti, mi a teremtény gyengeség, és kihasználhatja azt. Vezetni fogom, hogy ne felejtsem el. Egyfajta bestáriumot, ami megmondja, hogy hogyan, mit kell tudnom az adott szörnyről. Aha. De erről én már tudtam. Tehát le vannak írva az ellenfelek ismertetője, és mellé van írva a gyengéje. Ó, itt van, nézé, tatyu. A gyekést. Egyet adott, már csak annyi hiányzott. Hogy mi? Itt hogy megyek át? Jó, hogy itt ez a fal, ez gyenge? Jó, hogy ezt még nem tudom ledönteni. Aha, azt hittem, hogy akkor erre kell jönnöm. De hát arra meg nem tudok menni, mert... Mert nem. Ja de! Kicsit nagyobbnak tűnt ez a szakadék. Né, de elviszi a kart, amivel meg tudnám tekerni a kost. Hozd csak vissza. Anyád, megdobál. Te dobáltál. Kérem. Na hol vagy? Ott menekel a kis zsivány, ne! Ne! Nye! Na mi van? Elfogytatok! Hello! Megjött a helyi... Góri. Au. De amúgy védekezem. Le van gyengülve. Á, nem hiszem, hogy ez van a, ez a helyi góri. Hát ez az túl könnyű volt. Oké. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud.
szóval nagyobb vagy tisztavérű likantrópok, úristen ez a név, magától a sötét a nagyúrtól származ, mi Star Wars? Ezekben az esetekben az állapotok nem tekinthető fertőzésnek, mivel az átalakulási folyamat szándékosan választják, azt mondja, igen, nem adatik meg mindenki számára, hogy vérfarkas legyen. Azt mondja, a sötét nagyúrtól csak egy maréknyi hűséges tanonc érdemelhet ki ilyen ajándékot. A sötét nagyúr különleges küldetésekre tartogatja ezeket az elit őröket, és nem csak félelmetesek, hanem rendkívül intelligensek és kemény ellenfelek a harcban. Annyira azért nem volt kemény, de oké. Fogadjuk el, hogy az volt. Na, nyissuk ki az ajtót. Tehát akkor ő még nem a nagy úr volt, aki nem akarja, hogy átjussak itt a területen, aki az életemre akar törni. Az akkor ettől egy sokkal nagyobb muksó lesz. Jó. Hát, lehet, hogy ennek nem így kellett volna történnie, de... Nem, ennek biztos, hogy nem így kellett, hogy történjen. Jó. Képességeket megnézzük, hogy mink van. Azt mondja, haladó mozdulatok kellenek nekem, mert van 1740 pontunk. Ez mi? Mit csinál? Ez már kell is nekem. Jó. Egy kék követ elhagytam valahol a pályán. Valahol elhagytam egy kék követ. Nem tudom, hogy hol lehetett. Na jó van, srácok, én viszont elköszönök tőletek, ez a rész az ennyi lett volna. Picit hosszabb volt, mint az előző kettő. Több pálya is volt benne. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha így volt, akkor tudjátok, ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, feliratkozni a csatornára, rányomni a kis csengőre, és várni a következő részre, amivel nem sokára jelentkezem, de addig is szevasztok!